Akkor megyünk tovább a szakasz adott arányú osztópontjai témakörében. A háromszög súlypontjával fogunk most foglalkozni, hogyha van a síkban egy ABC pont koordinátákkal, és az alkot egy háromszöget, azon belül pedig majd az AF szakasz súlypontjára leszünk kíváncsiak, akkor azt a következő képlettel tudjuk kiszámolni. Tehát egy háromszög súlypontját koordinátákkal a következő módon számolhatjuk ki. Vesszük a háromszög pontjainak első koordinátáit, és elosztjuk hárommal, majd ugyanezt tesszük a második koordinátáival is. Tehát szó mi szó, a háromszög súlypontjának koordinátái kiszámíthatóak a csúcsok megfelelő koordinátáinak számtani közepeként. Ugye itt van egy fontos dolog, hogy ismerjük azt, hogy mi is a háromszög súlypontja, súlyvonala. Ha nem felejtettük el, ugye a háromszög súlyvonala a háromszög egyik csúcsát a szemközti oldal felező pontjával köti össze, és ugye a háromszögnek van három súlyvonala, ezek egy pontban metszik egymás, ez adja az S pontot, a súlypontot, és ugye a súlypont a súlyvonalakat a csúcsoktól számítva 2-1 arányban két részre osztja. Na de mindjárt megmutatom. Ugye van egy háromszögünk ABC pontokkal, az ezeknek mindegyiknek van koordinátája, az A-nak A1, A2, a C-nek C1, C2, és a B-nek B1, B2. De adott egy háromszög három csúcspontjainak a koordinátáival, ahogy az előbb elmondtam. Ahogy már az előzőekben is ismertettük, mindhárom csúcsnak, tehát mindhárom csúcsnak húzzuk be a helyvektoraikat, ugye ne feledjük el, hogy a vektor koordinátái megegyeznek a végpont koordinátáival, azaz az A pontba mutató helyvektor az A helyvektor, a B pontba mutat a B helyvektor, a C pontba pedig mutat, hova rajzoljam, a C helyvektor. Ezután ugye, hogy a súlypontot, a súlypont koordinátáit ki tudjuk számolni, kell majd ugye a háromszögnek a súlyvonala. Ezért ez az F pont jelöli a BC szakasz oldalfelezési pontját, az az oldalfelezési pont F1, F2 koordinátákkal, az S pedig ugye jelöli a háromszögnek a súlypontját S1, S2 pontokkal. Ugye nem felejtettük el, hogy a súlyvonal, tehát ennek a háromszögnek ez a súlyvonala, ez az A-tól az F-ig mutató rész, ez a háromszögnek a súlyvonala, hiszen a háromszög súlyvonala az egyik csúcsot köti össze a szemközti oldal felező pontjával. Ahogy az előbb elmondtam, a súlypont pedig a súlyvonalak metszéspontja, ugye a háromszögnek három súlyvonala van. És ugye ezek egy pontban metszik egymás, ez a súlypont, na mindegy. Ugye a súlypontban, a háromszög súlypontjában pedig mutat az S helyvektor. Ezzel meg vagyunk. Jól belátható, hogy az F helyvektor, tehát az F pontba mutató vektor, az F helyvektor felírható a B, illetve a C helyvektor segítségével. Tehát ez az F helyvektor felírható a B, illetve a C helyvektor segítségével, hiszen a BC szakasz oldalfelezési pontja ez az F pont, és ugye, ha magunk elé képzeljük, én most nem rajzolom be a parallelogramma módszert, tehát a B és a C oldal vektorhoz párhuzamost húzunk a C-vel, B-vel, akkor könnyen belátható és igazolható, hogy ennek az F vektora úgy írható fel, hogy a B vektorhoz hozzáadom a C
C-vektort, és elosztom kettővel. Mondom, aki kíváncsi, az nyugodtan megnézheti, hogy ez a paralelogramma módszer igazolja. Ezután megvan ugye az F pont koordinátája is, mivel kiszámoltuk az F helyvektort, és ezt tudjuk, hogy a végpont koordinátája is ugyanaz. Ezért az F pont felírható a B1 meg C1 per 2, B2 plusz C2 per 2 koordinátájaként. Tudjuk tehát, hogy a háromszögnek a súlypontja, tehát ez az S pont, harmadója ezt az AF szakaszt, mert már most már tisztában vagyunk azzal, hogy mi az az, hogy súlypont, meg mi az, hogy súlyvonal. Tehát harmadója ez az S pont az AF szakaszt, és nekünk, hogy ezt az S súlypontot, ezt az S1, S2 koordinátát fel tudjuk írni, ki kell találnunk, hogy ez az S pontba mutató S helyvektor hogyan írható fel az itt látható helyvektorok segítségével. Ez ugyanaz, mint a vektor egy témakörnél mutattam, hogy különböző vektorokat hogyan tudjuk összeadni, illetve kivonni egymásból. Na szóval, ezt az S helyvektort kell nekünk felírni a itt látható vektorok segítségével. Jól belátható, hogy ez az S helyvektor úgy írható fel, de ugye ez az AF szakasz fele mutat, hogy van itt nekem egy A vektorom, az biztos, hogy szerepelni fog, illetve az F-be pedig az F vektor mutat. Na de nekem ez az S vektor kell, ezért könnyen belátható, hogy az S vektort én fel tudom úgy írni, hogy kell nekem először is az A vektorom, illetve kell nekem az F pont, tehát az F pont helyvektorának a kétszerese, hiszen ez kell majd nekem hozzáadnom az A pontot, tehát ennek kell majd a kétszerese, és ezt osztjuk hárommal, mivel az egyharmadát kell kapnom, mert az így kapott vektornak az egyharmadával lesz egyenlő ez az S vektorom, hiszen itt jut eszünk be a harmadoló pont, amit ugye az előbb elmondtam, hogy a háromszögnek a súlypontja, a súlyvonalakat a csúcsoktól számítva ugye 2-1 arányban osztja két részre, és ha mi most ezt kivontjuk, hogy az A vektorhoz hozzá kell adni a két F vektort, és az F vektort pedig úgy kaptuk meg, hogy B plusz C vektor per 2, és ennek kell a harmadát venni. És ha rendezzük a képletet, akkor jön ki az, amit megtanultunk, amit már ott az elején mutattam, a háromszög súlypontjának a koordinátáját ki lehet számolni az A plusz B plusz C per 3 vektor segítségével. És ugye ezt kibontjuk, akkor lesz úgy, hogy az első koordináta A1, meg B1, meg C1 per 3, a második A2, meg B2, meg C2 per 3. Na, ezt így kibontottuk, egy kicsit megértettük, hogy is jött ki a háromszög súlypontjának a koordinátái. Nézzünk egy konkrét feladatot, nem kell tovább gondolni ezt az egészet, de jó, ha az embernek egy kicsit így kitisztul a kép ezzel kapcsolatban. Így szól a példa, egy háromszög két csúcspontjának koordinátája mínusz 5, 2, a B-nek 3-1, a súlypontja van most megadva, az S pedig mínusz 4/3 és 2. Írjuk fel a C csúcsnak a koordinátáját. Ugye az a kérdés, hogy a C-nek mennyi a koordinátája. Ugye mi ismerjük a háromszög súlypont koordinátájánál lévő összefüggést, azaz az S egyenlő A plusz B plusz C per 3-mal, ugye A vektor, B vektor, meg a C vektor
per 3. Ugye tudjuk, hogy az A pontba az A vektor, a B pontba a B helyvektor, a C pontba pedig a C helyvektor mutat. Innentől kezdve nincs más dolgunk, mint vissza kell helyettesítenünk a képletbe, azaz alkalmazzuk a súlypont első és második koordinátájára, megvan adva a súlypontnak, ugye a első koordinátájára írjuk először ezt fel, hogy mínusz 4 harmad egyenlő az A-nak az első mínusz 5, meg a B-nek 3, a C1-et pedig nem ismerjük per 3, rendezzük egyszerű egyenletrendezéssel ezt az egészet, akkor azt fogjuk megkapni, hogy mínusz 2 egyenlő a C1-el. Tehát a C csúcsom első koordinátája az a mínusz 2. Így járunk el a második koordinátával is. A súlypont tehát második koordinátája 2 egyenlő A-nak mínusz 2, B-nek 1, C2-t nem ismerjük per 3, rendezzük az egyenletet, és azt kaptuk meg, hogy a C2-re kijött, hogy 7. Feladat megoldása a C csúcsnak a koordinátája, tehát mínusz 2, 7 lett. Ilyen egyszerű az ilyen feladatokat kiszámolni. Akkor befejeztük a szakasz adott arányú osztópontjait, vettük a szakasz felezőpontját, illetve a háromszög súlypontját. Innentől kezdve már nincs messze, hogy eljussunk majd egy egyenes egyenletének felírásához is.